2016-ot a külhoni fiatal magyar vállalkozók évének nyilvánította a magyar kormány. Az elért eredményeket pénteken Budapesten a Magyarság házában mutatták be egy konferencia keretében. Több mint 2000 magyar vállalkozót értünk el a Kárpát-medencében, számtalan programot, továbbképzést szerveztünk meg a számukra, illetve kiértünk egy pályázatot 525 millió forinttal, amelyet 600 millió forintra bővítettünk. A számunkra is fontos az, hogy minél többen tudjanak boldogulni saját szülőföldjükön, és azok a negatív tendenciák, amelyek az elmúlt években jellemzőek voltak, asszimiláció, fogyás, elvándorlás, ezeket a folyamatokat tudjuk mérsékelni, illetve pozitív módon tudjuk befolyásolni, megfordítani. Mintegy 40 ezer fiatal határon túli vállalkozó tevékenykedik a Kárpát-medencében. Az ő helyzetüket a Hétfa Kutató Intézet mérte fel. Délvidéken 4-5 ezer főre tesszük, teljesen pontos számokat nem tudjuk megmondani. Azt látjuk, hogy ez a 15-39 év közötti társaság, aki már elkezdte a vállalkozást és felépített valamit, ez otthon keresi a boldogulását, otthon akad és otthon is tud maradni. Tehát a legfontosabb üzenete talán ennek a vizsgálatnak az az, hogyha a fiatalokat a vállalkozás irányába támogatjuk, ösztönözzük, akkor az otthonmaradást ösztönözzük. A határon túli fiatal vállalkozók tematikus évének a legfontosabb tanulsága az, hogy ki kell építeni azt a támogató üzleti környezetet és infrastruktúrát, ami segíti a vállalkozás indítását és működtetését. A magyar vállalkozók inkább magyar munkásokat alkalmaznak, ami egy fontos szempont. Ez nagyon világosan kimutatható az, hogy mindegyik régióban, mindegyik vállalkozói csoportban van egy törekvés arra, hogy magyar fogyasztókat célozzanak meg. Emellett a magyar közösséggel kiépített kapcsolatok, a szponzoráció, a támogatás, a visszacsatolás a magyar közösséghez, ez is egy határozott tendencia, amelyet megtapasztaltunk. A magyar kormány jövőre 2017-ben a külhoni családi vállalkozásokat tervezi kiemelten támogatni.